Sok szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, a képernyők előtt Csáki Márton vagyok, a Városi Stadionból. Egy perccel ezelőtt megkezdődött a Hódmezővásári FC Iváncsa KSE MB3 középcsoportjának bajnoki mérkőzése. A mérkőzés játékvezetője Nagy Attila, segítői Zahorec Roland és Varga Levente lesznek. Szokásos kék-sárga szerelésében lesz látható a vásárhelyi csapat, a vendég iváncsaiak pedig pirosban. És akkor gyorsan ismerkedjünk meg a kezdő 11-ekkel, kezdeném a vendégekkel. A kapuban 98-assal Molnár Tibor, 4-essel Nyúl Krisztián, 7-essel Kercsó Bence, 8-assal Kozma Rihárd, 11-essel Schuster László, 13-assal Kovács Sándor, 18-assal Aradi Csaba, 20-assal Cseszneki Rihárd, 63-assal Pribék Patrik, 70-essel Fehér Imre és 99-essel Varga Ádám a kispadon. 5-en foglalnak helyet 6-ossal Sauter István, 9-essel Hanzli Dominik, 10-essel Balog László, 16-ossal Szellák Sándor és 55-ossal Ordasi Gergő, a vendégek vezetőedzője Tóth András. És akkor nézzük a hazai kezdő 11-et, a kapuban egy meglepetés. 1-essel Bence Norbert véd most, 2-essel Asztalos Dávid, 3-assal Molnár Bence, 5-össel Ondrejó Tamás, 9-essel Németh Kristóf, 10-essel Bata Kristóf, 14-essel Pilán Márkó, 15-össel Povázsai Zsolt, 18-assel Antman Joshua, 19-essel Kis Krisztián és 20-assel Erhard Dominik. Ő se sűrűn volt kezdő. Kispadon 12-essel Füstös Krisztián, 25-össel Kovács Krisztián. Egy beívelés közben ezt megnézzük. Kirúgással folytatódhat majd a mérkőzés. 4-essel Huszár Gergő, 6-ossal Gyüre Levente, 7-essel Tapiska Géza, 11-essel Molnár Ádin, 13-assal Mezei Olivér és 21-essel Hegedűs Martin. Az azért látszik, hogy Koncz Zsoltnak jóval nagyobb merítési lehetősége van, mint kollégájának Tóth Andrásnak. Aztán majd meglátjuk, hogy ki mennyit cserél, és hogy és mikor, és hogy sülnek el ezek a cserék. Egyre tapogatózó játék folyik, ismerkednek a felek egymással. A mérkőzés megelőzően egyébként a vendég iváncsaiak a tabella 6. helyét foglalták el, 31 meccsen gyűjtött 52 pontjukkal, ugyanennyi meccsen a vásárhelyi csapat 47-et szerzett, tehát mindösszesen 5 pont a két csapat között a különbség. És amúgy is elég sűrű itt a tabella közepe, tehát egy-egy győzelemmel nagyokat lehet előre lépdelni adott esetben, és rá is férne a sikerélmény már a srácokra, azt gondolom. Két mérkőzés játszottak egyébként még a délelőtt folyamán, azoknak van ugye végeredménye. A Budapest Honvéd MFA 2 a Gerjeni SK-t verte magabiztosan hazai környezetben 2-0, míg a Ferencváros második számú csapata nagy meglepetésre hazai pályán szenvedett 2-0-ás vereséget az ESMTK-val szemben. De ez mondjuk nekünk jó, ugye, hiszen egy közvetlen riválisról beszélünk, aki hazai pályán hullajtott pontokat, és akkor... Ha már itt szóba kerültek a párosítások, akkor nézzük, hogy itt a 32. fordulóban még milyen mérkőzéseket rendeznek. Ez így lees, pedig szép játék volt. Van egy rangadónk, amelyen a második helyzet Dunaújváros a negyedik Makót látja vendégül. A Dabas a Balassa gyarmattal játszik. A Szekszárd az MTK Budapest 2-t fogadja, ott a 12. játszik a 11-et, tehát ők is közvetlen riválisaink. A Sereghajtó Mohácsiak a Paks 2-t látják vendégül. Cegléd Vác kiesési rangadó. Rákosmente Monor és a listavezető Kozár Mislány pedig a Dabas Gyón csapatával játszik, hát az országos egyesnek tűnik. Bata nyer meg egy fejpárbajt, de sokra nem megy vele.
A két csapat egyébként ősszel már megmérkőzött Iváncsán, akkor 3-1-re tudtak nyerni a pirosmezesek. Balogh 2 és Kercsó 1 góljára Bata tudott egyedül felelni, így alakult ki akkor a 3-1-es végeredmény. De most már koncentráljunk arra, ami itt történik a pályán, a Városi Stadionban, a Hódmezővásárhelyen. Egyelőre az Iváncsiak tűnnek veszélyesebbnek, így bő 5 percnyi játékot követően. Már ebből még lehet, hogy messze menő következtetéseket nem szabad és nem lehet leszűrni. Jó passz. Itt meg egy jó védekezés Antman Csosuától, aki Batát indítaná, Bata tudja megcsúsztatni Erhardt irányába. Erhardt pedig Németh Kristófot játszotta volna meg, de résen volt itt a vendégek 20-as számú játékos, a Cseszneki. Aradi nyúl, összjáték, nagyon türelmesek. Szezon nem kezdték egyébként túl jól, de aztán szépen lassan húztak felfelé a tabellán, és ahogy említettem már, ugye a 6. helyig sikerült előre jönniük. Fehér. Jónak tűnő indítás, talán nem volt les, viszont pontatlan az átadás, Varga Ádámnak nem volt esélye, hogy utolérje a játékszert. Így hazai dobással folytatódhat majd a mérkőzés. Pilán nézi. Nézi, nézegeti, hogy kit lehetne játékba hozni. Egyelőre úgy néz ki, hogy senkit. Aztán Povázsai mutatja magát. Ajaj, szép cselek. Egy tovább. Ajaj, Schuster László. Durran csúnyán fölé, viszont nagyon szépen volt kialakítva a helyzet. Cseszneki cselezgetett ott a 16-oson belül, és játszotta meg Schustert, aki azonban nem talált kaput. Bence Norbert gyorsan elvégzi a kirugást. Bata próbálta megcsúsztatni, nem járt sikerrel. Kozma gyorsan elvégzi a bedobást, Araditól pedig már kapja is vissza, ezt nem tudom, hogy kinek akarta. Nem a legjobb megoldás, nyúl, azonban nem jön zavarba. Aprócska szabálytalanság Ondrejótól, a félpálya magasságából jönnek szabadrugással, nem onnan kell viszont elvégezni. Varga kapja vissza, az is még jónak tűnik, Kercsó, még egyel tovább, lekészítik lövésre, Batát lehet indítani, a kidobás meg is találja őt, Bence Norbert jól indított, Bata szépen tolja meg, a másodikat már nem sikerült. Mata reklamált, hogy vissza lehetett volna fújni, tény, hogy elsőre szabálytalanság történt vele szemben, csak tovább tudta vinni. Talán mondhatjuk, hogy rosszul volt alkalmazva az erőnyszabály ebben a szituációban. Aradi. Ez jó észrevétel. Povázsai szerez labdát. Vagy inkább mondjuk azt, hogy oda passzolták hozzá. Akkor közelebb járunk az igazsághoz. Kis Krisztián indítana. Erhard Dominik irányába. Száll a labda. És Erhard Dominik kiharcol egy bedobást. A 10. percben. Úgy komolyan még nem forogtak veszélyben a kapuk, de jobbára azért az Iváncsa próbál itt fölényt kialakítani. És ők azok, akik eddig inkább veszélyesebben játszanak. Ez teljesen egyértelmű, így 10 perc játékot követően. Megint Batát próbáljuk megkeresni, de hát ott többen vették körbe.
És ez esetben a Soklú disznó győzszabály érvényesült, csesz neki nagy lendülettel. Kozma. Csesznekinek tennék vissza sarokkal. Bata. Bata megint. Batát bíztatják arra, hogy tartsa meg, nagyon szépen meg is tartja, aztán Ondrejót találja meg. Ondrejó pedig Pilánt. Kicsit jó lesz birtokolni a labdát. Ennek szellemében most türelmesen adogatunk. Asztalos lépi át a félpályát. Ebbe beleblokkolnak. Povázsai Antman. Povázsai kapja vissza. Az edző intelmek szerint Batát kellett volna megjátszani, de ez nem sikerült. Így lett visszaforgatva a labda. Középre. Német Kristóf mutatta magát. Pilánnal. Ez kis Krisztiánnak lesz jó. Német Kristófot választják el a labdától, és van egy hosszú indításunk, ami nem is tűnik olyan rossznak. Szépen jön ki a kapujából Bence Norbert. Megoldja. Így vagy úgy, de megoldja. Ondrej jó. Pilán. A vonal mellett megy most a játék. És nyúl Krisztián segít be a vendégvédelemnek. Fehér hátra egészen Molnárig. Molnár pedig már hozza is játékba Aradit. Aradi egy hosszú labdával próbálkozik, de hát ez olyan hosszú, hogy ez Bence Norbertnek a vásárélyek kapusának lesz egyedül jó. Kapkodni biztos nem fog. Nem is kell. Vázsai. Egy indítás. Antman irányába. Ezt szét fölborítja Kozmát. Asztalos. Asztalos tör előre nagy lendülettel, és nem is tudták megállítani. Német. Erhártot próbálta volna kiugratni. Na, kinek lesz meg a labda? Fehérnek. Csesz neki, húzza meg Antman mellett. Antman labdát találja el, mi az ítélet, kirúgást. Ezek szerint úgy tudott becsúszva szerelni, hogy még rápattant a labda Csesz nekire, úgyhogy kirúgással jöhetünk. Na, nézzük Bencét a kirúgással. Kicsiben gondolta megoldani, de fennmaradnak hárman is az iváncsaiak közül, úgyhogy mutatja, hogy srácok, gyerünk előre, majd én előre rugom. És így is fog történni, minden jel szerint. Huntman kíséri ki, és dobhat.
aprócska szabálytalanság, ami miatt szabadrugással jöhetünk. Antman keresztbe, nem a legjobban és legpontosabban. De Pilán bőven bent tudta tartani. Bata Kristóf irányába az indítás. Bata. Ez így bedobás lesz. Labda itt, labda ott, labda mindenhol. És a játékvezető meg fogja mutatni, hogy meddig lehet előre jönni. És honnan kell egész pontosan elvégezni a bedobást. Kis Krisztián. Na, egy szöglettel felérő szabadrugás. Az eredményjelző megadta magát, visszatért. Kis Krisztián és Németh Kristóf a letett labda mögött. Naposan próbált a kis Krisztián középre tenni, aztán Németh Kristóf rosszul találja el. Povázsai pedig elveszíti, vagy mondjuk az, hogy Kovács Sándor szerez labdát. És aztán jön az indítás. Sikerül tovább tenni, de most leszünk bajba. Csesz neki. Tovább tudja tenni. Na, mi lesz a vége? Egy lövés, amit blokkol André Jó. Hát ez túl volt spilázva nem kicsit vendégrészről. Bata próbálja figyelni, hogy ne menjen lesre. Ez nem tűnik rossznak. Jön ki viszont a kapujában Molnár Tibor, és belerúg egy embereset a labdába. Molnár fejeli hátra. Bence Norberthez. Jól van, megúsztuk ezt az előzőt. Szépen lekontráztak minket a szabadrugásunkat követően. Szerencsére megúsztuk, kapott gól nélkül. Mondra jó. Povázsai, még egyel tovább. Hát már jó gyorsan utol érte az általa hosszan megtolt labdát. Bata. Asztaloshoz. Kis Krisztián. Povázsai. Bata. Jön Antman a balján, Bata inkább befele tol rajta egyet, és lő. A 19. percben egy lövés, ami elkerül a kaput, de legalább próbálkozunk. Molnár kirúgása viszonylag gyorsan el is végezte. Az Antmannak jó lehet. Asztalos segítségre van szüksége. Asztalos jó magasra egy nagy gyertyát küld az égbe. Vendégdobás jöhet. Gyorsan lesz itt másik labda. Kozma Rihárd így dobhat is. Viszont jóval hátrébről kell elvégeznie. Legalábbis ezt jelzi neki Nagy Attila, a mérkőzés játékvezetője. Átra egészen Benceig. Fehér. Csesznek így gyűjti be.
nyúl. Haradi, egészen hátra Molnárig. Lesz volt. Vásárai szabadrugás, amit gyorsan el is végeznek a srácok. És 20 perc már el is telt a mérkőzésből, gólt még nem láttunk. Bízunk benne, hogy fogunk. Lehetőleg Vásárai gólt, gólokat. Hogyha ez kívánság, műsor természetesen nem az, de jó lenne. Antman és Kozma futóversenye. Kozma jóval előnyösebb pozícióból indult. Molnári. Tovább Povázsaihoz. Na, hol a labda? Ott van. Molnár lehet, hogy sárgát fog kapni. Kétszer is visszarántotta az embert. Két embert egész pontosan. Schustert is. Csesznekit is. Bosszeg, ez volt az utolsó ilyen. Na, ki lesz? Molnárt hoztuk is zavarba, hogy úgy alakult a szituáció, hogy zavarba jött Kozma, csesz neki. Nézi, hogy merre induljon meg aztán az alapvonal felé. Egészen le a szöglet zászlóig. Zi Molnári. Molnár belerúg egyet. Nem ért hozzá senki, úgyhogy vendégdobás jöhet Kozma révén, amit Kozma gyorsan el is végez, csesz neki. Külsővel teszi középre. Molnár ki tudja vágni. Molnár most sokat szerepel itt az utóbbi egy-két percben. Povázsai emberhez, egészen pontosan Batához. Bata. Kapunk egy szabadrugást. Köszönjük szépen. És Krisztián teszi át a túloldalra, hűha, nagyon magas volt. Na nézzük azt a bedobást. Antman és Povázsai. Kis Krisztián átlépi. Így jó Pilánnak. Hát ez így nem jó. Vendégdobás. Hosszan előre faktában ez leginkább senkinek sem jó. Nyúl tovább. Teszik, veszik, teszegetik. Most egy keresztpassz, ami átszáll Antman feje fölött, és ez így Kozmának jó.
Kérdés, hogy mi ezt tud vele kezdeni. Középre teszi. Ki tudjuk vágni átmenetileg. És kapunk egy szabadrugást, ez így még jobb. Akkor nem csak átmenetileg. Kis-kisztelen végezni el. Nem onnan kell, meg nem most. Gyondra jó. Az, aki elvégezheti második szándékból. Német. Ez jó povázsainak, egyből pörgetni tovább, ez így egy szöglet lesz. De azt hiszem, kiosztuk a dologból a maximumot. Úgy lehet ezt mondani. Kis Krisztián a szöglettel majd. Kis. Szóval Antman belelövi a blokkba. Molnár. Asztalos. Molnár. Ez nem volt túl jó ötlet. Cseszneki átpörgeti külsővel a kifutó Bence mellett, és megszerzi az Iváncsa a vezetés némiképp váratlanul itt a 28. perc közepén. A vendégek vezető gólját a 20-as számú Cseszneki Rihárd Engem. Megint hátul passzolgatunk, amiből kapunk egy buta gólt. Nem tudom, hogy ezt miért csináljuk, ez mostanában lett szokásunk, a legutóbbi hazai mérkőzésen is láttunk erre példát, meg most is. Nézd, hogy ezt nem tudjuk levetkőzni és elfelejteni. Pedig pont már kezdett kiegyenlítődni a játék képe, és erre jön ez a buta hibából esett gól. Kis. Pillán nem tudja bent tartani, még utolérni meg semmit. Szerző Cseszneki játsza hátra. Óha, rosszul találja el, Aradi. Cseszneki. Kap egyet Povázsaitól. Gyorsan el is végzik viszont a szabadrugást. Kovács.
Lesz a jó beadás? Nem. Szóval túloldalon nem biztos, hogy be lehet gyűjteni, sőt. Majdnem sikerült ennek ellenére is. Pilán dobhat majd. Schuster. Csesz neki. Povázsai füleli le. Meg tudja tartani? Nem, van egy szabályos becsúszó szerelésünk. Kovács tovább. Érkezik Kozma itt sokadik hullámban. Aztán kapja vissza, megint Kozma. Mihez kezd vele? Próbálja megoldani Schusterral. Most jön a labda középre. Van egy fejes. De ez így Bencéjé kell, hogy legyen. És így is történik. Eltelt már az első félidő kétharmada, egy nullás Iváncsai vezetés, Csesz neki góljának köszönhetően. Bata. Kiperdül a lábáról a labda oldalra. Ezt neki forgatja át a túloldalra, ahol senki nincsen, meg ezt úgy nem is lehet elérni. Molnár, zavarba tudjuk-e hozni? Kozma. Vázsai. Német Kristóf pörgeti fel. Ez egész jó kis támadásnak tűnt. Lövésig sajnos nem jutunk el belőle. Schusterrel szemben a szabálytalanság. Jár a szabadrugás. Haradi egy hosszú labdával próbálkozik, ami nem is rossz. Asztalos mellett van egy eleső ember, Schuster. Aztán jön ki a kapuból Bence, és öleli magához a labdát, és már dobja is ki. Pilánhoz. Bata lépni át, ez így Erhardnak jó. Ez meg így már nem jó. Az elképzelés az maximum, ami jó volt, a kivitelezés az abszolút nem. Nagyon értették meg egymást a támadóink. Hondra jó tovább, Povázsai. Nem tudja megjátszani németet. Bata próbálja támozni magát a Radin.
Szarudi aztán inkább kirúgja oldalra, biztos, ami biztos alapon. Egy indítás Kozma irányába, de ez hosszú. Bata hakad fenn a Radin. Kis-kis célna letett labda mögött egy 30 méter a kaputól. Íveli át a túloldalra, viszont Molnár Tibor remek ütemben robban ki a kapujából. Úgyhogy ezzel sem lettünk előrébb. Cseszneki próbált egy kis akrobatikát belevinni a történésekbe. Hátul sétál 6 emberünk körülbelül, és akkor így csodálkozunk, hogy nem jutunk egyről a kettőre, vagy nulláról az egyre, jelen állás szerint oda kellene jussunk. De konkrétan nem volt helyzetünk, egy batalövés leszámítva. Most ami hirtelen rémlik, hogy azt se talált el a kaput. Molnár hátra Bencéhez. Pedig már a 38. percben járunk, úgyhogy ennyi alatt azért lehetett volna egy-két lövésünk, de nem volt. Harad és Bata készfogója. Ők szépen egymásra találtak itt az elmúlt percekben. Na Molnár. Leteszi és előre rúgja hosszan. Pilán. Az jó Batának. Bata nem tudja elrugni Molnár mellett. Vagy mondjuk azt, hogy Molnár mutat be egy hatalmas bravúrt. Pedig ez megvolt. Mint lehetőség az egyenlítésre. Nem tudom, hogy lesz ekkora helyzetünk. Ondra jó. Csesz neki. Kovács. Elvesszük tőle, Antman. Kovácsai, majd Ondra jó. Jó, megnézi, hogy mihez kezdjen vele. Hazaadja Bencéhez. Thank you.
Kovázsai jön hátra a labdáért. Majd Erhardt is megteszi ugyanezt. Csak az a baj, hogy mindig visszafele passzolunk, így nem nagyon jutunk előrébb. Most egy hosszú indítás Antman irányába. Kozma csak szögletre tudja kifejelni mellőle, úgyhogy jöhetünk egy újabb sarokrugással. Németh Kristóf indul el a szöglet zászló irányába. Hát ezeket a lehetőséget is meg kellene ragadni. Hát ezekből tudnánk veszélyeztetni. Antmanig jut a kifejelt labda, visszatekeri. Asztalosnak még jól lehet a túloldalon, Asztalos laposan, Bata! Lelassul a labda, de a kapuig nem jut el sajnos, és hát a gólvonalon túlra nem. A kapuig eljutott, és Molnár Tibor tudta megszerezni, és már rúgja is előre. Be a védőink mögé, Ondrej jó tudja hazafejelni Pencéhez. Belül vagyunk az utolsó 5 percen itt az első fél időben, továbbra is egy nullás Iváncsai vezetés. Egy jónak tűnő indítás, mondom én, de Nyúl lefüleli. Fehér. Ez nem jó Aradinak. Aradit meg lehet futtatni egy kicsit. Bata üldözi is, veszettül. Kozma. Ez jó. Povázsai. Povázsai indul el befelé. Aradinak ad fenn. Csesz neki. Ez így vendégdobás. Onári. Antman fejeli ki oldalra. Megvan a labda, kis Krisztiánt lehetett volna egyből játékba hozni, de kapnak a vendégek egy szabad rugást. Na nézzük ezt a szabad rugást. Haradi. Kovács segített neki. Ez nem jó. Ezt nem lehet utolérni. Pilán dobhat majd. Másfél perc még az első fél időből. Ondrej jó. Ez jó lehet Németh Kristófnak. Nem is jó az a hazaadás, nem a legjobb. Ó, majdnem. Ez Povázsainak megvan. Most jó, ez így feljebb toltuk a védekezésünket, szemmel láthatóan ez megzavarta őket. Antman bent tartja még. Ez így nem jó. Kis Krisztiánnak kellene visszatámadni. Ez így asztalosé. Kis Krisztián. Labdaszerzés Németh Kristóftól, és az jó Batának. Bata befelé tol rajta egyet, kettőt. Aztán lerántják Erhardt. A lövés! Jócskán elkerül a kaput, de megint legalább eljutottunk lövésig.
kicsit is meg kell becsülni, a játékvezető pedig úgy dönt, hogy egy percet sem hosszabbít, véget vett az első játékrésznek. A 28. percben szerzett Cseszneki Richard találattal vezet az Iváncsa, tehát fél időben Hódmezővásárhelyi FC Iváncsa KSE 0-1, innen folytatjuk hamarosan. Folytatódik a mérkőzés a második félidővel. 0-1-es vendégvezetésről, 3-as cserével folytatódik a mérkőzés. Kont Zsolt cserélt 3-at, lement a pályáról Kis Krisztián, Német Kristóf és Erhard Dominik. A helyekön 7-ese Tapiska Géza, 11-ese Molnár Ádin és 21-ese Hegedűs Martin. Csak hogy teljesen képbe legyünk. Nekem nem kell, bazd meg, így is baj van. Valami olyan kéne, mint több pörök. Az mekkora mentés Molnár Bencétől? Viszont szöglettel jöhetnek még az Iváncsaiak. Hát itt a támadó szekcióban volt komoly változtatás Kont Zsolt részéről. Ezt érezte gyenge pontnak, és ebben mondjuk lehet is némi igazság, hiszen nem sikerült az Iváncsai kapuba találni. Bata Kristófnak volt a legnagyobb helyzete, ugye emlékezhetünk ott az első félidő végén, de akkor hárítani tudott Varga Ádám, mint kiderült. Molnár Tibor mezőnyben játszik. Én furcsálottam is, hogy 98-as látok, 99-es helyett. Tehát úgy nézünk, hogy a kapuban 99-essel Varga Ádám van, és a mezőnyben 98-assal Molnár Tibor. Ezúttal is elnézést kérek mindkét érintettől, így utólag. Most már legalább ezzel is tisztában vagyok. A nagy kérdés az, hogy sikerül-e bevinni az egyenlítő találatot, ha igen, akkor mikor lesz esély megfordítani a mérkőzést, de ezekre a hátralévő szűk 45 perc fog választ adni. Fehér forgolódik. Az egy jónak tűnő kiugratás, mondom én, de a lesatáron túlról indult vendégek támadója, úgyhogy szabadrugással jöhetünk. Közben kicsit befelhősödik az idő. Povázsai. Ez jó Tapiskának. Tapiska még utol is éri. Az alapvonalnál. Befelé húz Tapiska. Most tenné középre. Ezt ki tudják vágni. Povázsaiig jut el a labda. Povázsai csetlik, botlik. De csak tovább tudja játszani Pilánhoz. Molnár Ádin. Molnár Ádin gyors. A Molnár Tibor szépen oldja meg, és kísérte ki a labdát az alapvonalon túlra. Schuster. Kovács indult be, de nem kapta Schustertől. Most a tulajdon érkezik Cseszneki. Viszonylag tisztán, most szelidíti meg. Mihez kezd? Lő! Felső létszen csattan a lövését követően a labda, és aztán ki tudjuk húzni. Itt voltunk bajba. Tapiska már. Cseszneckire jó lesz vigyázni itt a folytatásban is. Azt ugye gondolom már mondanom sem kell, hogy az első fél időben ő volt az Iváncsai gól szerzője. És megint tudott veszélyeztetni itt a második játékrész legelején. Fehér. Molnár Ádin. Majd Povázsai. Bele az emberbe. Povázsai visszaszerzi. És egy jó indítás. Bata. Hát ezt nem tudom. Első ránézésre nem vagyok benne biztos. Másodikra meg nem fogjuk tudni megnézni. Sajnos nincs lehetőségünk így meccs közben elemezgetni, hogy mi volt, les, mi nem. Még nincsen farunk se, meg semmink se. Oha. Kozma Richard nem tudja átvenni. Így dobhat majd Antman Joshua.
Türelmesen adogatnak az iváncsaiak, aztán egy indítás előre. Asztalosnak kell figyelnie. Asztalos figyelés kihúzza. De már lesz helyzet volt, jelzi az asszisztens, szabadrugással jöhetünk. Na, sikerül elvégezni a bedobást még ma, bízunk benne, hogy igen. Molnár Tibor fogja majd elvégezni hamarosan. Vagy nem is olyan hamarosan. Ondrej jó. Tapiska kérte el, Tapiska. Az jó Batának, Bata, ez most nem volt les. Tapiska, az visszakerül, Tapiska lő! Varga Ádámot eltalálja, aki középen helyezkedett. Bárhova rúgja Tapiska, jó lett volna egy pont, nem? Csesz neki. Molnár Ádin mellett. Molnár Ádin szépen. Tapiska kérni. Molnár Ádin Batának próbálja középre tekerni. Nyúl. Na most jön az Iváncsai kontra. Csesz neki. Fehér. Át a túloldalra. Kercsó. Teszi középre, és lő a kapunkba Schuster László. Itt a 53. perc legelején. Schuster. Igen. A vendégek második gólját a 11-es számon játszó Schuster László már szerezte. Nem indul jól, tehát a második félidő sem. Próbáltunk itt nyomni, veszélyeztetni, és erre egy kontrából gólt kapunk. De hát ez ilyen, ez a pop szakma, meg a futball is. Így még nehezebb lesz, ezt mondanom sem kell. Nagyon fel kellene javulni. Ahhoz, hogy itt még legyenek pontszerzési esélyeink. Reális pontszerzési esélyeink. Asztalos. Hegedűs. Molnár Ádin a jobb oldalon. Elindul befelé. Az jó, Hegedűssel. A hosszú nem érkezik, senki elmegy keresztbe a labda a kapu előtt. Ondrejo, beleblokkol, Kercsó, Ondrejo még mindig, egészen beviszi minnyi a saját kapunkba. Csesz neki, na lesz a lövés, van? Jó, Bencére egy pillanatra kiperdült, de aztán magához tudta lelni a labdát, és dobja ki pontatlanul. Molnár, ez most ilyen szilveszteri összeállításba akár jó is lehetne, hogyha sokáig itt ügyeskedünk, szilveszteri színesbe. Ez jó. És Tapiska nincs lesen. Tapiska begyalogolt a kapuig. Kell lennie nagyobb lehetőség. Tapiska! Nem is értem, mi történik a támadó szekcióban. Újabb zicsert sikerül elhibázni. Hogy mondjuk azt, hogy Varga Ádám véd megint nagyot. Nagyját tesszük. Köszönöm.
Bence. Kozma. Önfeláldozóan ugrott oda. Hegedűs. Lő egyet ballal. Jó volt ez, egy jó kis próbálkozás, ezt könnyen járította Varga. Napovázsai úgy van, Csesznekivel szemben a labdaszerzés. Molnár Ádin mutatja, hogy hova kéri, oda kapja is. Molnár Ádin középre, Bata nem találja el rendesen. Nem tudom, minek kell történni az, hogy mit be tudjunk találni az Iváncsai kapuba. Pilán dob. Bata. Megint nem érkezik senki a hosszún. Ez lassan kezd szokásunká válni. Ajjaj, sikerült eltörni Mantmannak. Molnár. Mindenki az Iváncsai térfélen leszámítva Bence Norbertet. Molnár. Mikor Zádin, most már két Molnár a pályán, ugye hazai oldalon. Hondre jó. Most visszahúzódnak nagyon az Iváncsiak egy ilyen 30 méterre a saját kapujuktól. Úgyhogy nem lesz egyszerű feltörni ezt a reteszt. Asztalos. Türelmesen járatok, de sokkal előrébb nem jutottunk. Schuster. Forgatját Csesznekinek a túloldalra. Na, Asztalos és Cseszneki. Asztalos megoldja Pilán segítségével. Bence. Ondre jó. Felpörgeti. Ez Tapiskának jó lesz. Tapiskát is tudja venni. Lett volna két induló emberünk is. Bata kapja. Molnár Ádinnak be a védők mögé. Molnár Ádin viszont lesről indult. Kovázsai. Cseszteki aztán odarug, nem túl sportszerű módon. Ez lap kell, hogy legyen. Egyértelmű törlesztés volt. Sárga van ott a kezében a játékvezetőnek, úgyhogy megúszott Cseszteki. Jön egy sörrel neki. Így van. Vendégek úgy gólja mellé Cseszneki egy sárgát is, elkönyvelhet. Meg én is elkönyveltem neki. Asztalos. Kicsit tanástalan, aztán rúgja előre Bata irányába. És nem is rossz az, Bata. Tapiska ott van és tud neki segíteni, hogyha akar. Tapiska. Térül fordul. Batával kombinálna, újra Tapiska. Megint csak Tapiska, Bata. Pilán kérné, nem kapja. Bata. Négy szögletet legalább hozzunk ki a dologból, ez meg is történik, úgyhogy a úgymond elvárható minimumot most sikerült itt teljesíteni. Hogyha többet nem is. Na, Hegedűs. Lehet lőni. Jó kis lövés az Varga. Üti. Molnár Ádin laposan vissza. Ezt is kivágják. És jött egy újabb kontra. Povázsai és Cseszneki újabb párbaja. Jó az. Mondom én. Molnár Ádin már nem tudja bent tartani. Legalább komolyabb veszély nem alakult ki ebből a kontrából. Ennek is lehet azért örülni valamilyen szinten. Visszafogottan.
Hegedűs. Molnár. Molnár Ádin. Fönnakad Molnáron. Csesz neki. Egy hosszú labda. Molnár Bence. Fejeli egyből vissza Antmán. Hondrejó. Hondrejó szépen. Még mindig ő most a lövés. Ez így Varga Ádámé. Legalább megpróbálta ő is. Idő az még bőven van. Hosszabbítással együtt biztos, hogy még egy fél óra, már ha lesz annyi hosszabbítás, hiszen az első fél idő végén nem volt. Kovács. Fehér. Majd csesz neki. Zibencei. És már dobja is ki Molnár Ádinhoz. Povázsai. Az is jó még. Hegedűs. Batales határon. Túl. Innen és túl. Hegedűs még mindig. Vissza Batához. Bata. A lövés megpattan. Ez így szöglet lesz. Veszélyeztetünk, de egyelőre nem tudunk a kapuba találni. Na még egyszer közben, lehet, hogy az eső mindjárt elkezd. Egy csöppet most éreztem itt a kis kacsómon. Ez szép. Hegedűs. Lehet lőni. Lő is. Rövidre húzta vissza, úgymond ezt a lövést, de nem talált kaput. Még talán amúgy is rajta volt Varga. Kercsó. Kovácssal. Kapja vissza Kercsó. Teszi középre. Szerencsénkre nem jól találja el Schuster. Szépen besötétedett itt a felhőknek köszönhetően. Elbújt a napocska, egyből nem olyan jók a fényviszonyok. Haradi hátra, Vargához. Ki a szélre Antmanhoz. Most jönne középre a labda, de hát ez a túloldalon helyezkedő asszisztensnek volt majdnem jó, csak ő ugye nem fog játékba avatkozni, hiszen nem is feladata ez. Kondzs Zsolt folyamatosan hajtja az övéit. De jó hadvezér. Na nézzük. Molnárt a bedobással. Megint nem fogja elkapkodni, ez egyértelmű. Kercsó. Molnár Ádin szerez labdát. Ez így szögletre jó. Így is van. Gyere,
Na nézzük ezt a szögletet, hegedűs. Fogja majd középre tekerni, hogyha minden igaz. Nagy mentés megint. Aztán Kovács magasra, de csak Antmanig jut. Antman. Lőhet is, lövi is. Varga véd újra. Hát megvannak a lehetőségek, most már jóval inkább, mint az első fél időben, de egyelőre Varga állja a sarat, meg az egész Iváncsai csapat. Most esik pár csepp, és ez olyan káosz. Ott szépen összecsúsztak majdnem a felek. Hondre jó, asztalos. Tényleg nagyon besötétedett. Kovázsai. Az jó Batának, Bata. Középen érkezik Tapiska és Molnár Ádin. Molnár Ádin kapja, még egyet tovább. Kovázsai, az Kovázsai. Tol rajta még egyet, bum! Elkerül a kaput, de beleértek, úgyhogy újabb szöglettel jöhetünk. Molnár Ádin a szöglettel. Nézzük, mihez kezd vele. Ott hagyja hegedűsnek leginkább. Most ezt már megtanulták, hogy kicsibe szoktuk ezeket megoldani, úgyhogy most kijöttek Molnár Ádinra figyelni. Úgy... És nagy tömörülés benne az ötösön belül. Jó az. Antman elpattan tőle, így nem tudunk eljutni lövésig. Eltelik közben már a második félidő fele is, úgyhogy még egy 21 néhány percünk van vissza, se több, se kevesebb. Ez alatt kell dűlőre vinni a dolgot. Molnár Bence. Megint azt csináljuk, amiből az első gólunkat kaptuk. Teszetoszáskodunk. Pilán látja szabálytalannak a játékvezető. Kapnak egy szabadrugást, és ha már így van, akkor cserélnek is. Az őszi mérkőzésen két gólt szerző Balogh László érkezik majd. Cseszneki Richárdot váltja az első gól szerzőjét. Meg lehet az Povázsainak, meg is van. Nem csak, hogy meg lehet, aztán Povázsait felvágják ám. Hegedűst is, mit csinálnak, kérem szépen? Mi történik itt? Nyúlnak is ki lehet osztani egy lapot. De akár tőlem kettőt is, hogyha az sárga mind a kettő, aztán kap egy pirosat. Most kicsit eldurvultak itt a vendégek. Teljes indokolatlanul nyúl, kap is egy sárgalapos figyelmeztetést. Sőt, valamit oda mondott a játékvezetőnek, úgyhogy teljesül a kívánságom. Tényleg két lapot kap egyszerre. Pedig csak egy járt volna neki, de kisárgázza a játékvezető, meg kipirosozza. Ebből előnybe kerülünk tehát, és még lesz egy 20 percünk itt a rendes játékidőből is, ami hátra van. Plusz ugye várható majd itt a cserék miatt és a kiállítás miatt néhány perc hosszabbítás. Szóváltás a kispadok között is, csak hogy még paprikásabb legyen a hangulat.
emberelőnybe kerülünk, tehát egy szűk 20 perc alatt valahogy ki kellene ezt használni. Lehetőség szerint minél hamarabb az Iváncsai kapuba kellene találni egyébként, hogy aztán lehessen még esetleg egyenlítésről álmodozni. Jó lehet az, sikerül-e bent tartani, igen. Szöglet lesz a dologból. Jó jött az középre, de ki tudják fejelni. Kovács. Kercsó. Próbálnak gyorsan támadásba átlendülni itt a szögletünket követően. Egészen hátra kerül Bence Norbertig. Povázsai. Pilán. Antman. Kezd feltámadni a szél is. Itt az eső is, minden van, mint a búcsúban. Nem lesznek túl ideálisak a körülmények itt a végjátékban. Kozma borítja fel Hegedűst, aztán egy kis pókfoci. Dörög, ez dörög. Na, Molnár Ádinnak egy jó indítás. Molnár teszi tovább. Nem sikerül eltalálni azt a nagy kaput, és akkor lehagytam a jelzőt a nagy elől. Egészen elképesztő, nem tudom, hogy mi kell ahhoz történjen, hogy betaláljunk a kapuba, meg meddig kell játszunk, lehet, hogy holnap reggelig, de még az is kevés lenne. Kihagyjuk a jobbnál jobb helyzeteket itt a mérkőzés folyamán sorozatosan. Hegedűs. Molnár. Tapiska. Fordítja a másik oldalra. Pilán majd Ondrejó. Ondrejó. Molnár Ádin. Hegedűs Martin kérte, lőheti is, lövi is, nem talál kaput. Még tessenek elni, hogy az a kapu nem kicsi, az elég nagy. És akkor ez még mindig a finom változat, hogy mennyire nagy az a kapu, de nem tudjuk eltalálni egyszerűen. Itt az utóbbi két próbálkozásnál nem sikerült, meg azt megelőzően is jó párszor. Povázsai. Szépen bekúszik ide a pálya fölé ez a csúnya felhőrendszer. Villámlik is. Ami nem túl jó hír. Schuster. Hát a túloldalra. Balogh-hoz. Balogh még bent tudja tartani. Azt elrúgjuk, csak ott nem helyezkedik emberünk. A Radié lesz így. Hátra kell egész Vargáig. Asztalos támadná. Aki most már megint előre húzódott, ugye láttunk erre példát itt az elmúlt mérkőzéseken, hogy a hátrányban vagyunk, akkor őt előre küldi Koncz Zsolt. Schuster szépen. Pilán húzza vissza, húzza, vonja. Pilán kap sárgát. Na, nézzük a szabadrugással Kercsót.
hogy a Pilán kapott hazai oldalon először sárgát, vendég oldalon már volt több is. Mi történik? Hova megy a játékvezető? Most arról megy a vita, hogy esetlegesen félbeszakadjon-e a mérkőzés itt a villámlás miatt, ugye nem a legszerencsésebb ilyen körülmények között játszani, hiszen ez veszélyes lehet. Kovács most teszi át a túloldalra Balogh-hoz, Balogh visszafejeli, van érkező ember, ebben még bele tudunk kapni, ebbe is, megúsztuk. Mit úsztunk itt meg, kétszer is. Egy kisebb csoda, hogy ebből nem lett gól. Povásai bent tudja tartani. Hát a túloldalra. Játékvezető az öltözőbe parancsolja a csapatokat, hiszen nagyon komolyan villámlik, és ugye jobb megelőzni a bajt. Azt nem tudom, hogy ilyenkor mi lesz a folytatás, hogy lesz-e, mikor lesz, hogy lesz. Most elég csúnyán befelhősödött, úgyhogy most megállunk, ez az egy biztos. A 32. perctől fog folytatódni tehát a mérkőzés, és hát második félidő 32. percétől egész pontosan is volt egy kettős csere hazai oldalon. Pilán Márko és Antman Joshua ment le a pályáról, a helyükön 4-essel Huszár Gergő és 6-ossal Gyüre Levente folytatják, tehát Konz Zsolt kihasználta mind az öt csere lehetőségét. Hát a körülmények nem lettek egyébként sokkal jobbak, a villámlás az, ami a láb hagyott, de a szél az nagyon feltámadt, lehűlt, sötét van, minden van, amire azt mondjuk, hogy nem kimondottan jó ilyen időjárási körülmények között játszani, és akkor még finoman fogalmaztam. Labdaszerzés, az emberelőnyünk az természetesen továbbra is megvan, hiszen Jó Krisztiánt kiállította a játékvezető két sárga lappal. Itt nagy birkózás a labdáért, meg lesz-e, Ondra jól jön vissza segíteni, de szabálytalankodunk, úgyhogy Schuster kiharcol egy szabadrugást. Kercsó. Gyüre. Fú, nagyon rákezdett az eső. Ez így nagyon nehéz. Molnár Ádin kap labdát. Molnár Ádin tenné középre. Jó, hosszú oldalon, ott van a gól! Sikerül a szépítés, asztalos Dávid révén, nagyon gyorsan megvan az első találat. Még egyet kellene szerezni, hogyha nem viszel minket az orkán. Andrejo. Én sajnos elég vékonyan vagyok öltöz, úgyhogy megmondom őszintén, nagyon fázom, de ez a saját problémám. Tapiska szaporázta a lépjeit, aztán felborítja a vendégjátékost.
Varga Ádám jött a szabadrugással, mert ez az volt, nem kirugás. Ő viszont kirúgja a pályáról. Koncsol tűzi hajtja továbbra is az övéit, ez nem változott semmit. Mint a kis intermezzót követően sem. Pribék. Szép nyugodtan forgolódott meg Povázsai. Andrejo. Molnár Rádin. Kifelé szabadrugás. Andrejo megtartja, mehetünk Gyüre. Egy jó megelőző szerelés. Hát itt nem kicsit villámlik egyébként. Povázsai kapja a bedobást követően. Andrejótól Povázsai teszi tovább. Hegedűs. Huszár. Andrejo. Gyüre. Nem nagyon tudunk előrébb jutni. Asztalos mutatja, hogy hova kéri. Jön a labda, de Tapiska kapja. Ezt ki tudják vágni, de csak Andrejoig jut a labda. Andrejo. Gyüre. Lő egyet. Szöglettel jöhetünk, beleértek. Koncsolt. Van már annyi labda, mint égen a csillag lassan. Na még egyet. Jó, kanyarodik középre. Van fejes, hol a labda? Ott a labda. Huszár elől ki tudják vágni, és most kell nagyon vigyázni, hogy ne legyünk lekontrázva. De ez így jó Bencének. Mondom én, elég nyugodtan csinálja. Talán túlságosan is nyugodtan. Molnár. Povázsai. Na, egy kis kakaskodás még így a végére. Mindenki bent van, akinek kell, az is, akinek nem. Lehet, hogy nekünk is oda kellene menni. Persze, ezt csak viccből mondom, nem kellene. Mindenkinek vissza kellene menni a helyére és szépen megnyugodni. Mondjuk könnyű ezt mondani. Ezt mondani is akartam egyébként, mikor elkezdtük folytatni, hogy itt méterekről lehet majd becsúszni, és ez elég sérülés veszélyes tud lenni. Úgyhogy... Most láttunk erre egy példát, egy ilyen méterekről történő becsúszást. Van egy sárgánk! Piros? Povázsai piros? Akkor van piros is Povázsainak, meg voltak itt sárgák. Elég sűrű lett a lapjárás. Privé kapta. Nem, hanem a Molnár. Molnár Tibor? Igen. Vendégeken Molnár Tibor pedig sárga lapot kapott. Na tehát volt itt sárga, volt itt piros, minden volt. Fehér.
Nem. Sajnos. Tapiska. Na, Bata és Kozma. Kozma kivágja Bata elől. Dobhatunk. Sok már nem lehet vissza szerintem, én 1-2 perc érzésre. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mennyi az annyi. Huszár. Próbálunk közelebb jönni. Tapiska kapja a bal oldalon. Na, Tapiskától egy jó beadás kellene. Jön a labda középre. Bata esik el Aradi mellett. Aradi aztán megoldja. Kercsó. Most kell figyelni hátul nagyon. Ez így jó, nekünk jó, Bencéjé. Gyorsan hozza is játékba Andrejót. Andrejó. Huszár. Hengedűs indít. Asztalos tudja megcsúsztatni. Aztán Molnár. Ez így Molnár Ádiné. Van egy pár Molnár a pályán. Szó se róla. Hengedűs és Andrejó a labda útja. Gyüre. Az jó lehet, mondom én, de Tapiska nem éri el. Nem értették meg egymás Gyürével. Sikerül elvégezni a bedobás című kérdést, címezném elsősorban magamhoz, de a válasz egyértelműen az lesz, hogy igen. A kérdés az, hogy mikor? Most. Balog teszi tovább. Mi történt? Marad a labda a piros mezeseknél, és ők nem fognak kapkodni, ha szabadrugásról, ha bedobásról, ha bármiről van szó. Miért is tennék, hiszen náluk az előny. És jelenleg szerint úgy néz ki, hogy elviszik a 3 pontot innen Hódmezővásárhelyről. Kovács. Balokhoz. Sikerül egy labdát szerezni, igen. Huszár. Húha. Nem a legjobb megoldás volt Huszár Gergő részéről. Hegedűs. Az jó, viszont Tapiska próbál felgyorsítani. És Andrejó érkezik teljesen tisztán a jobb oldalon. Andrejó. Többen kérik, Bata kapja, középen kellene érkezni, meg a labdának is kellett volna, de ezt ki tudják vágni szögletre. Na most mindenkinek előre kell menni, aki él és mozog. Közben van egy szivárvány is az égen, mert is süt a nap, esik az eső, fúj a szél. Egészen elképesztő körülmények. Molnár Ádin teszi középre, ezt kivágják. És jó messzire tudták kivágni. Andrejó. Asztalos, Batával, Bata, Aradival megint egymásra találnak, így sokadjára is a mérkőzés felme, Aradi bele tud lépni ebbe a beadásba. Dobhatunk. Mit mutat a játékvezető? Cserét mutat a játékvezető. Szellák Sándor érkezik majd 16-ossal. És mutatja a játékvezető Schusternak, hogy arról is el tudja hagyni a pályát. Így is történik, tehát Schuster helyére érkezik Szellák. Szép nagy szivárvány van itt a pálya fölött egyébként. Most már látszik teljesen az íve. Közben a természet csodáiban is gyönyörködjek. Hoha, ebből most baj lehet. Vissza tudunk érni. Dupla szivárvány ráadásul. Fokozódik az élmény a pályán kívül, a pályán belül pedig Hegedűs Martin ment szögletre. Az asszisztens nagyon nézegeti az óráját és kommunikál valamit a játékvezetővel.
szögletet nem fogják valószínűleg elkapkodni, meg abban sem biztos, hogy Kercsó majd mindenáron középre akarja tekerni. Igen, most a sarokba fogják ott húzni az időt, ami teljesen érthető az ő szempontjukból, kirúgással jöhetünk. Mennyi lehet még vissza az, amit senki nem tud? Ez meglepetés lesz, hogy mikor vet véget a játékvezető a mérkőzésnek, ez nagyon nem jó így. Les volt, ráadásul nem is kicsi. Na még van egy szabadrúgás, szerintem menni kéne előre mindenkinek, aki még tud. Most már majd, hogy nem mindegy. Minden mindegy alapon, Molnár Bence a szabadrugással. Asztalos és Huszár, Huszár lopná közelebb magát, szabadrugás kifele. Na jöhet a szabadrugás. Mi Bencéjé? Tapiska el tudja venni. Na, meddig engedi még a játékvezető? Még engedi. Úgyhogy még mehetünk, Molnár Bence. Belebotlik kicsit a labdába, kicsit nagyon. És ebből most lehetne baj, de nincs baj. Bata. Asztalos mutatja, hogy hova kéri, most megy felé a labda. Fehér meg tudja előzni, aztán jön Hegedűs, az 11-es kell, hogy legyen, mondom én. Nincs ítélet. Hát én erre adtam volna egy 11-es, de... Koncz Zsolt és a játékvezető kezd barátkozni itt a meccs végén. És Koncz Zsolt kap egy sárgalapos figyelmeztetést. Na ezt hosszan előre rúgja Varga, Ondrej jó, meg birkózik egy jót Kovácssal. Huszár teszi vissza Hegedűshöz. Hegedűs majd asztalos. Az jó, Bata. Bata. Naj, mellé megy. Nem sikerül a kapuba pofozni a labdát, viszont egy szöglettel még mindig jöhetünk. Mondanám, hogy jöjjön előre Bence Norbert is, de nem túl magas növésű, úgyhogy vele nem lennénk többen. Bár tudjuk, hogy bárkiről bepattanhat akár a kapuba a labda. Na nézzük. Szinte mindenki a vendégek 16-osán belül. Jól jön, sikerül megcsúszhatni Tapiskának. Fölé ment. És ezzel a jelenet sorral ér véget a mérkőzés. Elviszi az Iváncsa 3 pontot innen Hódmezővásárhelyről. Cseszneki Richard góljával szerezték meg ugye a vezetést még az első fél időben, aztán Schuster László a második fél időben rugott még egyet, és itt a végén asztalos Dávid találata csak a szépítésre volt elég. Így a végeredmény Hódmezővásári FC Iváncsa KS 1-2. Hűvös Oszkár operatőr kollégám nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Csáki Márton voltam a Városi Stadionból, a viszontlátásra, viszonthallásra. Tudtuk, hogy egy nagyon jó csapattal fogunk találkozni ma. Azt gondolom, hogy az első fél időt odaadtuk nekik. Az a probléma, hogy mindig akkor kezdünk már el
teljes elánnal, és úgy futballozni, meg annyit mozogni, mikor már hátrányban vagyunk. Én úgy gondolom, hogy egy kiki mérkőzés volt. Minden volt ezen a mérkőzésen, ami a futball szépségét és savaborsát adja. Nagyon sajnálom, hogy a végén nem tudtunk egyenlíteni. Azt gondolom, hogy a második fél időben volt 5-6 olyan lehetőség, amiből gólt kell tudnunk rúgni. Sajnálom, mert az első fél időben is sokkal több volt bennünk. Azt gondolom, addig még nem értik meg a játékosok, hogy labda nélkül mozogni kell, és úgy tudjuk a támadásokat felépíteni, ha többet mozgunk üresbe, és kérjük a labdát nem csak akkor, mikor a labdásnál van a labda, vagy a labda a labdás emberünknél van, és egy ember lép felé, az kevés egy támadásba. Mindegy, dolgozunk tovább. Nagyon sajnálom, mert ettől függetlenül, hogy egy nagyon jó csapat volt, azt gondolom, hogy rászolgáltunk még így is a döntetlenre. Jön egy nehéz mérkőzés az MTK ellen, próbáljuk javítani a hibákat, próbáljuk összekaparni magunkat, aztán megpróbáljuk az utolsó mérkőzésekből kihozni a maximumot.